Sziasztok, ez itt újra a Vaják kalandjának második évada, a Netflix sorozatának második évadát bemutató, hát szériánk, értitek, annak a hetedik része, hiszen a hetedik részt veséznénk ezúttal ki. A hetedik rész ebben a második évadban nekem egy kicsit egy ilyen átmenet volt, és egy, mondhatnánk majdnem azt is, hogy töltelékebb az, de én inkább az átmenet fogalomkört használnám, hiszen voltak itt történések, de látható az, hogy ez a rész igazából a 8-at vezeti előre, úgyhogy ezért közben haladnak dolgok, és felünk meg újabb információkat egyes karakterekről, és a politikai síkon pedig egyre jobb szarkavarás kerül elő. Tehát Dijkstrával és a Redániai királysággal, a varázslók testvériségével, illetve a Nilfgaarddal kialakulhatott egy olyan jó, hát politikai légkör, a jót azt mondjuk idézőjelbe értsétek, ami az ilyen politikai áskálódás, megtévesztés, információ szerzés tekintetében egyre jobban így a trónokharca fele kezd hasonulni. Mondjuk ez így volt a regényekben is egyéb iránt, ahogy haladtunk előre, egyre jobban igazából vonatkoztattunk el Geráltról, és egyrészt a két csaj, Yennefer és főleg Ciri lett a főszereplő, plusz a politikai szarkavarás, illetve az, hogy a birodalmak vezetői, illetve egyes társaságok vezetői mit meg nem tennének a hatalom érdekében, illetve annak az érdekében, hogy ők legyenek a fő szarkavarók. Ők legyenek azok, akik abban a szerepkörben, mint hallatvalók lennének, igazából a királyokká válnak, hiszen mint például azt láthattuk már eddig a showban is, de főleg a regényekben és a játékban, mivel egyes varázslónők le tudnak úgy alacsonyodni és szolgálni egy királyt, hogy azzal a szolgálattal igazából ők legyenek maguk a királynő abban adott birodalomban, aztán később akár több birodalom keretein belül, hiszen tanácsadásukkal, illetve megtévesztéseikkel és befolyásolásuknak a hatalmával érik el igazán a nagy erejüket, és nem mindig csak a fizikai csimban varázslataikkal. És akkor ez csak a varázslónők voltak. Akkor ott van Dijkstra, akit láthatunk ebben az epizódban is, illetve Redánia, de meg annyi más királyság is, vagy Nilfgaard, mindenki más célokért, más sajátos eszközökkel és kitűzésekkel és következményekkel harcol a maga igazáért, és milyen szempontból egy kis trónokharcát is kapunk, de alapvetően a történet kezdetén jó pár könyvvel át és a novellákon át mindenképp, és itt az első egy-két évadban is azért főképp mégis egy ilyen, ahogy az angolok mondták, ilyen Master of the Week, tehát ilyen szörnyes részek voltak jelen. Látható, hogy ebben az évadban is átszövődik, ívódik a Volett Mare, ez az egykori démon, akit igazából bezártak egy ilyen öreg nének unyhójába. Ugye, amilyen felemás volt az a jelenet sor, illetve az epizód, annyira fontos lett ebben az évadban, hiszen egy átfogója úgy látszik ebben a másik részben látható idézőjelben boszorkány kunyhós rész, mert sokan a Season of the Witch-nek is mondják ezt a második évadat, hogy a boszorkány évada, és ez láthatóan végigível a második résztől gyakorlatilag majdnem az utolsó epizódig, és ezzel igazából ő egy ilyen főgonosszá és egy főszörnyé válhat ebben az évadon belül. Nem, főgonosz főszörny annyira nem volt az első évad tekintetében, persze más volt az évad felépítése és nem volt olyan egységes, mint itt. És ez most így megváltozott a második évaddal, és valószínűleg ezért építettek fel egy a Volett Mare-re összpontosító szezont, viszont ezzel a könyvben látottakat eléggé megvariálták, hiszen így már érthető az is, hogy Yennefer itt a sorozaton belül miért fordul részben, legalábbis szerencsé úgy látszik, hogy csak részben és nem örökké, hanem ideiglenesen Geralték és Ciri ellen, hiszen befolyásolja ugye őt is, ahogy egyébként az összes többi ott jelenlévő tudó boszorkány, aki próbálja ugye ő is, ha már említett hatása kifejteni rájuk, és az ő szenvedésükben nyerni ugye életenergiát, és azt, hogy kiszabadulhasson úgymond börtönéből. És az a boszorkány igazából egy démon, szóval akkor ő ezek alapján nem egyenlő azokkal a boszorkányokkal, akiket én gondoltam, akik megjelent a könyvekben és a Witcher 3-ban is. Tehát ez egy démon. Így már visszafújom azt, amit korábban mondtam, bár rohadtul arra gondoltam, mert nagyon hasonló helyszínen, mocsoros erdős helyszínen volt, unyóval, boszorkányjal, hogy igen, ez az lesz, de nem. Végül nem ez lett. És hát ilyen szempontból persze mondhatnánk, hogy már más a leányzó fekvése, hogy
vagy értető részben a sztori, tehát a tévéshow sztoria okán, hogy miért fordulnak ellen egymás ellen egykori szerelmek és barátok. De az akkor is egy elég erőteljes változtatás a könyvet illetően, de mégis több logikát látok benne és felépítést, mint a már lezárult időkerek első évad a tekintetében, ahol csak azt látom, hogy valamit akarok, de azt nem tudom kibontakoztatni, jól bemutatni, kiteljesítetni, és logikusan felvezetni majd, megoldani és bemutatni azt, megvalósítani azt értelmesen. Mert tényleg nem az a baj a legtöbb esetben, hogy valami új és elvonatkoztatható mondjuk az eredeti alapműtő legyen az regényjáték, hanem az, hogyha kitalálnak valami újat, és ez egy nonsens, nulla semmiség lesz, és a megvalósítás tényleg is egyelőre láthatóan eléggé nulla szinten teljesítik ki azt, vagy amit a karakterekkel teljesen fő karakterekkel, akik a történetben fontosak voltak, átalakítanak, meg változtatnak el ezzel elvéve a fő történetek savabor sem. És ha ilyet tesznek a semmiért főképp, akkor az egy iszonyat nagy fájdalom a rajongók körében, és nagyon sokszor egy-egy sorozat emiatt megy a kukába. És az a jó, hogy a Witcher ezt viszont úgy tudja megoldani, úgy néz ki, hogy az, ami nekünk nem annyira tetsző el, amikor olvastuk a könyveket, játszottunk a játékokkal, azt mégis úgy tudják facsarni, vagy csak kicsit oldalasan változtatni, hogy ne vegyen akkora kárt, vagy ne tegyen akkora kárt a alapmatériában. És minden mellett mégis látjátok olyan karaktereket is szerepeltet ezen a kitalált vonalon, ami mondjuk máshol, később, vagy előbb megjelenő szörny, vagy karakter, de megjelenő elem a könyvben. Tehát úgy tudja összefűzni egymástól két távolra lévő elemet, hogy abból valami újat hoz. De ezek mind olyanok, amik jelen vannak, léteznek a könyvben, csak más időségben mondjuk, vagy más történésekkor, és nem fogják valószínűleg, bár még a 8. részt nem láttam, de nem tűnik meg teljesen remélhetőleg az egész fő szálvonalat, sztori vonalat, hogy az aztán kihatásra legyen az elkövetkezendő évadokra is akár. Mert ugye az időkerekénél ezt érzem, és ezért félek nagyon a második évattól, hiába volt ígéretes a szerencsok bemutatása egy pillanatra a végén, mert tényleg ilyenek a könyvben is. Viszont az összes többi, hát nem jó reményekkel kecsegtetett, amit ott láthattam a következő évadokra, hiszen ott sarkalatpontokat tettek tönkre, obeliszkeket pusztítottak el, mint itt is, amelyek hatalmas hatásra voltak a Witcher világára, ott pedig már az időkerekével lesznek problémák véleményem szerint. De a Witcher 2, tehát a Witcher második évada az ambiciózus, mert egyszerre próbál nagyon lassan elindulni, ez látható, és most így az 5.-6. részben pedig nagyon fölpörög, és próbál a régi dolgokhoz, a már ismert elemekhez újakat is vegyíteni. Ezt velem már sikerrel teszi. A siker szó a lényeg, hogy ezt sikeresen teszi. Tehát itt legalább van, látom cél, annak látom az elérési módjait, a logikai fonalát, azt, hogy mit miért csinálhattak. Tehát látok valami értelem mögötte, van mögöttes tartalom és okozat és logika. Nagyon sok más sorozatnál nincs. Csak az én, a saját énemnek a nagy előbrevitele és magasságossága, hatalmassága az, hogy amit én akarok, mint a 8 éves kisgyerek, tudjátok, hogy valami újat akarok, egy nagy saját képzetet, egy nagy saját víziót, azt megcsinálom, lényegtelen, hogy az milyen fos végül, de valami jó és a sajátom egyedi, tehát az enyém, mint a 8 évesek, tudjátok. Na, néha ezt éreztem az időkerekénél, viszont a Witcher 2-nél ez a jó, hogy igazából ennél sokkal jobbat és többet éreztem ennél. Láthatjuk újra ilyen főbb szereplőinket, és azt is láthatjuk, hogy ebben az epizódban egyébként összeérnek szálaik, és ezt tök jól megoldották, bár lehet mondani, hogy megint mesésen hirtelen valaki megjelent ott, de azt tudva levő volt, hogy karaktereink egy irányban utaznak, csak másfelől, más irányból. Így hát találkozniuk kellett azon a bizonyos szitrai ponton, amit itt láthatunk a 7. epizódban. Láthatjuk azt is, hogy több helyen vannak krémek, kémek, tehát ugye Dijkstránál többféle megoldás van, láthatjuk, hogy ez a bagó, ez valószínűleg ez egy kémeszköz, és azt is láthatjuk, hogy a tündéknél is van egy kémeszköz, egy tünde, aki vagy tudja, vagy nem, ez még számomra nem volt teljesen egyértelmű egyébként, de vagy tudja, vagy nem, hogy ő is kémként van, eszközként felhasználva egy más ország céljének érdekében. Azt is láthatjuk, hogy mennyire megtöri a tünde és Nilfgaardi szövetség közti hát kapcsolatot az, hogy a tündék szeretnének igazából önállósodni minden téren, és azzal, hogy megszületett a gyermek,
az a várt gyermek, ami jó régóta nem történt meg a tünnéknél, az igazából csak felerősítette ezt a hát önmagává erősödést, és ugye ezt a önerősödést tényleg, tehát ami miatt független lenni akarnak mindenkitől és mindentől, nem hogy gyengítette volna, és bizalmat szított volna esetleg jobban a Nilfgaard felé, ez az önbizalom ez csak megemelkedett. Úgyhogy ilyen szempontból még a tünde vonalban, a tünde úgymond történet számban is látok értelmet, az más kérdés, itt a megvalósítás továbbra sem lett valami jó. Tehát a színészek, a kosztümöktől kezdve lehetne sorolni. Tetszett az is, ahogy láthatjuk azt, hogy Fringilla is magához veszi a kezdeményezést, és kitör belőle részben önmaga, de részben egyébként a boszorkány hatása, mint most már részek óta láthatjuk, hallhatjuk, hogy jelen van a filében, ahogy mindannyiakban, akik ott jelen voltak ezen a bizonyos ponton a második epizódban. És itt is bepörögnek a szálak, bár Kehir alakítóját még mindig nem tartom valami nagyra, és olyan nagy szerepe nem is volt ennek a karakternek igazság szerint, talán most már az utolsó rész lesz egy kicsit több. Az is úgy néz ki, hogy látni fogjuk Emir császárt az utolsó részben, nem egyszer emlegetik ebben és az előző epizódban is, hogy hamarosan megérkezik, úgyhogy valószínűleg találkozni fogunk vele. És az is biztos, hogy Geraltnak az egyik legdurább szörnyen kell majd a következő epizódban harcolnia. Kérdés, hogy milyen módszerekkel. Láthatjuk azt is, hogy Ciri hogyan próbálna fejlődni, hogy ő is tudjon varázsolni, tudja használni a fókuszálás képességét, és a káoszban jól elmerülhessen, de azt is láthatjuk, hogy ő de instabil, ahogy szokták mondani. És instabil kezekben destruktívá válhat a jónak szánt káosz is, és ezt ő ki is nyilatkoztatja nem is egyszer ebben az epizódban. Azt láthatjuk, hogy ő egy ilyen köztes dolog lesz, és részben egyébként az eredeti történetben, és aztán valami hasonló lett belőle, hogy ő egyszer próbálja picit vaják lenni, próbálja használni az ott megtanultakat, de ha a helyzet megkívánja, tudja egy kicsit használni a varázs erejét is, de nem az a fajta, aki végig tudja kontrollálni, és teljes értékű varázslóvá válna, és ebben az epizódban talán ezt is érzékelhettük, ha még nem is teljesen, de ez jelen van. Nem tudom, hogy ez a Yennefer-es szál, ami nem volt benne a regényben igazán így is ekkor, hogy hirtelen elvesztette elég sokáig a varázsarejét, ez hogy fog majd valószínűleg visszafordulni, de ebből biztos vagyok, hogy ez valahogy visszafordul. Ezt az utolsó részben szintén talán megtudhatjuk. Úgyhogy ez az epizód hiába volt egy ilyen átkötő epizód, igazából nagyon sok történés történt, és nagyon sok karakter okait láthattuk, azt is láthattuk, hogy milyen befolyásolások érik, legyen az a boszorkányi, egy bizonyos hírszerzésé, vagy igazából birodalmak közötti verseny és viszály formájaképp. Valami úton módon mindenkit valaki és valami befolyásolt. Volt, hogy akarva, vagy volt, hogy akaratlanul, de ez egy ilyen befolyásolós rész volt, ami egész szépen kötötte át a hidat a 6. és a 8. epizód között, úgyhogy igazából ilyen nagy előre menetel nem volt. De legalább érdekesek voltak a szálak, látjátok, így kell összekötő és sokak alapján töltelék részt felépíteni és megoldani, hogy ez mégis ne legyen olyan unalmas és érdekes legyen. Nem mutassuk azt, hogy igazából olyan sok minden nem haladt előre, mert mutatjuk ezt is, de mégis sok mindent kaptunk, és ez a ritka nagyon sok más sorozatban, hogy ezt így el tudják érni. Úgyhogy ilyen szempontból a 7. rész is nagyon jó, bár nekem a 6. még mindig talán jobban tetszik, és hogyha igazak a hírek, és igazak azok az előrevetítések, amit az elmúlt két részben láthatunk, a 8. epizód még jobb lehet, mint akár a 6. vagy az 5. Ezt hamarosan meglátjuk, addig is búcsúzom tőletek. Sziasztok!